Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Mi az, hogy köszöntöm? Köszöntjük kedves vendégemmel, Újvári Zsuzsanna, egyetemi docens asszonynal, aki a Szent István Tudomány Akadémia rendes tagja és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiváló docense. Én azért szeretném hozzátenni, mielőtt itt szerénységét ismerve önnek, tanítványainak véleményezése alapján mindig a maximumot megkapja. Az egyetemeken minket minősítenek, kedves nézőink, de ilyen szuper, egységessé alakított minősítést, ami mindig a legjobbat, a legtartalmasabbat és az emberi tartást ennyire kiemelte megtenni, ez viszont nagyon ritka, úgyhogy ezért külön tisztelettel köszöntöm Önt, és már is szeretnék belefogni mindabban a csodálatos tudományos munkásságába, amelynek néhány könyvét itt majd Önök látják, de ami elvezetett idáig, az egy nagyon fiatal hölgyhöz kötődik, aki mikor először olvasta a gyönyörű szép Gárdonyi regényt, az Egri csillagokat, két vonatkozásban elkötelezetté vált, de akkor még nem tudta mennyire. Az egyik az, hogy tiszteljük az embert, ismerjük a női feladatokat, ismerjük mi az, hogy magyar haza és nemzet. A másik pedig a török világ, az oszmán világban is volt egy nagyon szép kötődés, hogy ott is felfedezze a történetiséget, a műveltséget, a művészetet. De ugyanakkor határt vont, hogy bármennyire is volt nálunk meglehetősen hosszú uralom török oldalról, azért az iszlám bennünket nem tudott leteríteni. Térjünk vissza ahhoz a fiatal hölgyhöz, aki elolvast ezt a gyönyörű regényt, és innen valami csodálatos pálya gyönyörűen megjelent. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm a felvezetőt, és természetesen én is mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Valóban az első találkozásom Gárdonyi Géza Egri csillagokjával az még akkor volt, amikor még olvasni sem tudtam, tehát a nagymamám kezdte elolvasni, természetesen így utána magam is elolvastam, és körülbelül 10 éves koromtól kezdve elkezdtem falni a történelmi regényeket, noha nagyon szerettem a természettudományokat is, biológiát, később kémiát, de hát végül is történésznek készültem, illetve hát tanárnak. Ne felejtsük el az, hogy levéltáros habitussal is rendelkezik, ami érdekes módon egy jóisten sugallata, hogy hozzád, hogy kutatási munkáit könnyítse, mert hogy szereti. A levéltároságot azért választottam, többek között ugye egyetemi mentorom és oktatóm Ladányi Erzsébet javaslatára, mert a levéltárosság vezet oda, hogy közel kerülök a forrásokhoz, tehát magyarul megszólaltatom a forrásokat. Az nem olyan szép dolog, hogy az ember 3 könyvből ír egy negyediket, hanem amikor a forrásokat megszólaltatja. Persze igaz hangon szabad. Csak igaz hangon szabad. Erre szoktuk azt mondani, ugye mi történészek meg tudósok, hogy objektív módon, de itt megint hadd tegyek egy kis kitételt. Tökéletes objektivitás nincs, és valahogy nem is kell, hogy tökéletesen, objektíven, hideg módon beszéljünk a magyar történelemről, a hazáról, erről a hazáról, ami génjeinkben van, hiszen őseink itt 1000 éve küzdenek ezért a hazáért, hogy mi itt megmaradhattunk és megmaradhatunk, és még itt is lehetünk és építhetjük ezt a hazát. Tehát egy kicsit a szívünkön kell átereszteni
a magyar történelmet, ahogy erre írjuk, és ahogy tanítjuk. Erre igen. A mondatára nagyon emlékezem. Igen, és józan ésszel a történelmet, de szívet is belevinni. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy megmásítódik az a bizonyos intervallum. Igen, szó nincs róla, tehát nem megmásítani, csak egy kicsit lehet részvéttel, kicsit pontosabban beleérzéssel, az intuíció nagyon fontos, beleérzéssel, tehát átérezni azoknak az embereknek a sorsát, a küzdelmeit, akikkel foglalkozunk, amelyik korszakban vagyunk, és természetesen ugye nem a mai modern követelményeket állítjuk elé, hát az ókorban nem utaztak autóval természetesen, és a 16. században nem volt a nőknek választójoga. Miért lett volna? Ugye nem az volt műsoron. Beleélni önmagát, a kutató embert abban a társadalmi millióban, ahol az egyes ember sorsát is meglátni, ez az ön tudományos munkásságában kivétel nélkül jelen van, előadásaiban ugyanúgy. De azért ne szaladjunk el, mert itt Kassa városa nagyon sok mindenben az indítást is jelentette, immár felnőttebb, és a kutatási munkásságot szinte másképpen is meghatározó minőségében. Igen, amikor egyetemista koromban, másodéves koromban először találkoztam a 16-17. Századi régi magyar, csodálatos, veretes magyar nyelvvel, az úgy magával ragadott, hogy ebben a korszakban itt ragadtam. Korábban én reformkoros szerettem volna lenni, mert hiszen Kossuth és a 48-49 reformkor és a 48-49 mítosza azért az most is elragad természetesen a szívem csücske. De a 16-17. Század ez a, és ez már a törökkor, ez nagyon-nagyon megragadott. És visszatérve Kassára, hát kassai városi polgári végrendeleteket és iratokat kaptam kézhez, természetesen ugye mikrofilmen, másolatban, és azokat kellett olvasnom, és hát itt kezdődött, ez volt a szakdolgozatom, a egyetemi doktori disszertációm, és aztán mindig vissza és visszatérek Kassához, és ehhez a közösséghez, mert hiszen alapvetően azért társadalom történész és egy kicsit életmód történésznek tartom magamat. A közvélemény is a tudományos életében, és ez nagyon fontos dolog, kiemelt személyiségként kezeli önt, mert helyettünk olyan kutatási témákat prezentál, ami nekünk folyamatosan a saját kutatási témánkhoz. Egy önáltal tulajdonképpen nem pejoratíven megszenvedett, hanem egy örömmunka volt, mert ezáltal elevenedett meg a történelem emberi mi voltában is. Nézzük meg a közösség megtartó erejét, amelyet ön külön kihangsúlyoz, akár magában a vizsgálatot történelmi millióban, és akik ma foglalkoznak, hogy reális információt kapjunk őseink életéről és a történelmünkről. Hát először ugye a kisebb közösség, tehát Kassa város polgárai között, ugye ott is a megtartó erőt és egyáltalán az életet, a mindennapi életet kutattam, és aztán persze egyre nagyobb köröket és köröket járok be, tudnélik, ha találok egy érdekes iratot, és hát akkor akár egy évig is képes vagyok hozzá kutatni, és mint amikor a vízbe egy kavicsot bedobok, az ugye egyre mélyebb, vagy egyre nagyobb és nagyobb köröket ír le. És így kapcsolódott ugye Kassa város polgárságához akár Szent Erzsébet, vagy akár a reformáció, akár a katolikus megújulás, de akkor így a Nyugat-Dunántúlt is bekapcsoltam, ugye teljes felvidéket, és akkor természetesen ugye Erdélybe is elkalandoztam, de hát ez az a korszak, amikor ugye az oszmán uralom alatt nyögött az ország. Most ehhez valami csodálatos idézetet hadd mondjak, méghozzá Hunyadi Jánostól.
Hunyadi János 1448-ban természetesen ugye a kancellár írta a levelet, de hát természetesen Hunyadi János gondolatai vannak benne. És ez a következő. Több mint 60 esztendeje. Szakadatlanul álljuk a háború perzselő dühét, mégpedig saját erőnkből, egyetlen nép fegyvereivel helytállunk, pedig kimerített a sok hadakozás, a vereség és a gyász. Egyebünk sem maradt a szabadság emlékén kívül, csak a fegyverünk és bátorságunk. Na most ez gyönyörű az idézet, és képzeljük el, hogy ennek ezt 1448-ban írta, és úgy kezdi, hogy immár 60 esztendeje. Tehát 1380-as években megkezdődött, és kérem szépen 1720-ban még mindig bajunk van az Oszmán Birodalommal. Tehát több mint 300 évet fog át ez az élethalál küzdelem, a Magyar Királyság élethalál küzdelme, amiben a nagyok is, ugye az arisztokrácia tagjai, és akkor így jutottam el a Batthyányiakhoz, a Pálfiakhoz, az Eszterháziakhoz, akikkel szintén foglalkoztam, a köznemeségen keresztül, akik tagjai szinte mind ugye harcoltak és fegyverben álltak, és így jutottam el tulajdonképpen a parasztokig, akik ők is részben, ha beálltak katonának, harcoltak, de tulajdonképpen ezt az egész rendszert fenntartották. Tehát itt a magyar ezer éves parasztság állt a sarat, a kicsitől a nagyon, a legnagyobbakig. Természetesen nem szabad mitizálni őket, voltak közöttük pozitív, negatív figurák, voltak árulók is, de azért alapvetően kérem szépen megmaradtunk, itt vagyunk. Nem váltunk törökké, nem iszlamizálódtunk, megtartottuk hitünket, hazánkat, nyelvünket, szokásainkat, törvényeinket. És ez nem a balkáni népek sorsára jutottunk, és ez mindennek, mindezeknek köszönhető. Köszönhető önnek is. Amikor nem csak a figyelmet hívja fel, hogy mi mindent tudtak eleink megtenni. Egyik írásában pici faluról beszél, ahol már harmadszor is fölégették, és negyedszerre is meg tudták menteni, akik megmaradtak, hogy ez a föld és ez a kultúra, amit létrehoztak. Hogy ez epizód a történelemben és névtelen? Én azt hiszem, hogy ha nem is konkrét személynevekkel, de az, hogy falu közösség, és hozzájárult a nemzetünk megmaradásához, ez az ön tudásának, lelkületének egy nagyon szép epizódja, de hisz így is ír. Tovább kellene azonban lépni, mert megemlítette az európai és a magyar nők közötti különbséget és egy ugrás, de azért nem hagyhatom ki, hogy ez az eszmélyesség és tanítás, hogy mire figyeljenek fel a hallgatói, ez azért érdemben megjelentek, és engedje meg, hogy felsoroljam néhány kitüntetését. Már 2001-ben ugye az Országos Tudományos Diákkör, csak OTDK-nak hívjuk ezt, elnézést a nézőktől, ez egy nagyon nagy fórum, és itt megmérettetik a tanár ereje, amelyet nehezen tudunk sokszor elhitetni a kültudatokkal, hogy ez hogy működik. Csodálatos emberi azonosság a tanár és a mindenkori diák között. Itt a tudás és az ember és az emberiesség szólal meg. 2001-ben kapta meg először, hamarosan aztán 2005-ben is, de ez most már szintén az OTDK tanári aranyérem. Ez megint olyan, amit nem igazából szoktak megkapni, úgyhogy külön tisztelettel köszönöm önnek a munkásságát ehhez. 2010-ben is jelenik meg egy nagyon szép emlékplakett, ez pedig a jubileumi Nagy Pázmány
lány egyetemnek egy külön kiemelt program és történelmi folyamatban tett tanúságáról szóló nagyon szép emlékplakett. 2014-ben jubileumi ezüst érem szintén az Országos Tudományos Diákkör. Ezt nem tudják elképzelni, hogy hány ezer diák van és hány egyetem, és akkor mégis, ahogy a régi rómaiak is mondták, a görögök is természetesen kiválók közt is van. Kiválóbb, legkiválóbb, és ez a tanára is maximálisan igaz. 2015-ben a 32. OTDK humán, nagyon szép cselekedete, szekció vezető, aki a szervezéssel és az egész konferencia lefolyásáért, minden pillanatáért felelős ember, ezért egy emlék staféta bot, és itt meg is állok egy picikét, mert ez a staféta bot, ez ön kezében van mindmáig, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Ez úgy történt, hogy 2013-ban országos megbízott elnökké választották a humán szekcióban, mert hiszen a 15-ös OTDK-t nekünk a Pázmánynak kellett lebonyolítani, és akkor én, mint a kar TDK elnöke ezt természetesen ugye az egyetem felső vezetésével, dékánnal együtt megtettem, és akkor két évig én voltam a megbízott országos elnök, és természetesen a stafétabotot ekkor megkaptam, illetve majd akkor én megkaptam emlékül, de a stafétabotot mindig a következő egyetemnek is tovább kell adni, tehát az egy másik stafétabot, tehát ez így zajlott le. És ne felejtsük el, hogy ezen időszakokban legalább 7 másik felsőoktatású intézményben is tanított, úgy értem, hogy határaikon belül és kívül. Hogyha ebből néhány példát említeni, ami nagyon közel áll a szívéhez. Mindegyik, csak van, ami igen, mégis mames miatt megtapad. Amit nagyon szeretek, az a úgynevezett anya, ez az Apácai Nyári Akadémia, amit egyébként egy nagyon kiváló pedagógus, Kolozsvárról elszármazott, Újvidékre elszármazott Nagy Margit vezetett. Ő az, aki kollégiumot épített ott, és ugye megalapította, ez most már 21 néhány éve működik, ez a nyári egyetem, vagy nyári akadémia, ahová a Kárpát-medencéből a tanárokat összehívják, tulajdonképpen először egyhetes, aztán kéthetes továbbképzésre, és itt tulajdonképpen a nemzeti múltat, a nemzeti irodalmat kell nekik ugye továbbadni, és akkor én itt meghívott vendégként több előadást szoktam tartani. Aztán a Babesbolyai Egyetemen is ugye vendégtanárként tanítottam, de van egy másik is, egy Zürichi Magyar Történelmi Egyesület keretében évekig jártunk a határon túlra, de az Újvidéken is volt, de Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Felvidéken, ugye Felvidéki Komáromban, Erdélyben, tehát különböző ezek ilyen kétéves tanár továbbképzések voltak, amit természetesen, ugye ez hivatalosan, tehát államilag elismert, mert hiszen a oda átlévő tanároknak, az itteni tanároknak is természetesen ugye gyűjteniük kell a pontokat, ugye akkreditált pontokat ahhoz, hogy megszerezzék a továbbképzést. És hát ezeken is évekig részt vettem, és előadtam. És akkor reggeltől késő délutánig. És akkor Estig. És gyakorlatilag hát külön Erdély, az Erdélyi Fejedelemség történetéről külön kérték, hogy tartsak előadást több napon keresztül, mert hogy isszák. Ugye nem ismerik az erdélyek sem, természetesen, hát nem tanulnak magyar történelmet, a délvidékiek sem, és hát ez nekik nagyon-nagyon fontos, egyrészt, másrészt kérem szépen borzasztó nagy kapcsolathálót építettem ki. Tehát ezeket a kollégákat, ezeket a vezetőket a határon, innen és túl mind ismerem, jó barátaim, és természetesen én is nagyon sokat kaptam ezzel kapcsolatban, mert hiszen mondjuk a délvidéki szörnyű
hát magyar atrocitások, tehát a magyarok meggyilkolásáról, ugye filmeket vetítettek, beszélgetéseket, túlélőkkel beszélgetéseket folytattunk, tehát sok mindent én is megtapasztaltam, megláttam, meghallottak. Annak ellenére, hogy természetesen ugye nem 20. századi történész vagyok, de hát kérem szépen, a történelem az egy folyamat. Hát nincs vége, és nem azt jelenti, hogy csak a török korszakkal, tehát az oszmán korszakkal foglalkozom a 16-17. Századdal, hanem ha kell, mondjuk akkor azért Batthyány Lajos feleségével, Zicsi Antóniával is foglalkoztam egy kicsit, és tartottam róla előadást, vagy akár Árpádházi Szent Erzsébetről, mert hiszen mondtam, hogy Kassa az igen, csak a szívem, mondjuk azt, hogy közepe, vagy csücske. Kedves docens asszony, amit elmondott, hogy továbbképzés, számos földrajzi területet, regionálisan is megemlít területet egyetemekkel, felső oktatású intézményekkel együtt. Itt tulajdonképpen én úgy érzem, és a kedves nézőink is ezt a következtetést vonják le, tulajdonképpen a béke nagykövete is az ön személyében köszöntendő. A emberi kapcsolatokat, ez tény, én csak összefoglaltam, amit ismerek, hallottam, és tapasztaltam számos előadásán, hogy mindig ott van az, hogy kimondatlanul, de egy béke nagyköveti tanárember, egy asszony, aki családanya is, 3 gyermekkel, nagyon szép család élettel, elkötelezve a hit, a keresztény hit vonatkozásában, folyamatosan tetteivel, nem is tudom, hogy tudja sokszor beosztani életének egyetlen napját is, de ez a szeretet és a tisztelet a magyar nemzet történelme iránt, az emberek iránt, ez iskola példa, és engedje meg nekem, hogy hangsúlyozzam, boldogan tudom kimondani, hogy a béke nagykövete is. És ezt a béke nagykövete témakört, mert épp ugye az időnként nagyon múlik, egy olyan fórumon is megteszi, ami a nőkről szól, ugye, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, ami nem azt jelenti, hogy egy teljes mértékig itt elnőiesedett elméletekről van szó, nem itt harcokról van szó, hogyan vettek eleink is részt a történelemben, mi mindent tanulhatunk róluk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a csodás felvezetést is. Hát a nők kérdése természetesen nem a gender ideológia tekintetében szó nincs róla, de nem is a vad feminizmus tekintetében, hanem valahogy mi azt érezzük, hogy a teremtés nő-férfi egyensúlyát kellene visszaállítani. Tudnélik, hát Isten ugye, férfinek és nőnek teremtette az embert a saját képére. Tehát nem, tehát régen azért a társadalom többségének nem volt problémája, hogy milyen neműnek születik, elfogadta és helytállt. A saját korszakomban, tehát a 16-17. Században pedig nagyon fontos volt a nő. Na most még csak bevezetőként, hogy ha megnézzük a csodálatos magyar nyelvet, a csodálatos magyar nyelvet, amiben a feleség, feleség szerepel, ez azt jelenti, hogy az egésznek a fele, tehát a másik felem, a társam, tehát a férfinek a társa. És ez történetileg alakult így ki a magyarság története során. Tudnélik, azért a középkorban is a magyar nőknek sokkal nagyobb szerepük és nagyobb joguk volt, mint nyugat-európai társaiknak. Nyugat-európában nem örökölhettek, még Magyarországon ugye a nők is örökölhettek.
a vett birtok tekintetében egyenrangúak voltak, és a polgárlányok, ha csak annyit mondok, hogy a parasztasszonyok, a jobbágyasszonyok kérem szépen perképesek voltak, saját maguk állhattak a bíróság elé, míg Nyugat-Európában ugye nem, ilyenről nem volt szó. És akkor a 16-17. Században nagyon erősen militarizálódott a magyar társadalom, ami azt jelentette, hogy amit már említettem, a férfiak mind elmentek harcolni, harcoltak, az ország ügyeit intézték, távol voltak esetleg, és akkor a nemes asszonyoknak, főleg az arisztokrata asszonyoknak nagyon fontos volt, hogy a férjük helyett helytálljanak. Tehát nem csak a női oldalt és a női munkát kellett képviselniük, hanem a férfi oldalt is. Magyarul nem csak egy Zrínyi Ilona volt, sok Zrínyi Ilona volt, aki a saját várát megvédte, de a várhoz hozzátartozott a vár uradalmában élő jobbágy falvak népe, tehát azokat is védeni kellett, az uradalmat intézni, az uradalom ügyeit intézni, tehát ők mondták meg, hogy mikor kell aratni, vetni, stb. Tehát nagyon kiteljesedett a női lét, és még időközönként, még az uralkodó, még a nagy asszonyokat meghívta akár az országgyűlésre is, vagy tanácskozásra, hogy tanácsot kérjen tőlük. És ehhez kapcsolódva, kérem szépen, ma ezt a régi egyensúlyt kellene úgy visszaállítani, hogy a nőiséget és a női lélek finomságát, annak a rezdüléseit figyelembe venni úgy, hogy a világ ezen is álljon. Igen, és a béke, a szeretet tükrében működjön. Kedves docens asszony, évek óta Józsa Judit galériában magyar nagyasszonyokról sorozat, tulajdonképpen az ön privilégium, amelyet folyamatosan mindig ismétlésre is, meg az újra igényességgel is kívánunk, és igazából érzékeljük. Én szeretném, hogy itt megköszönve tanárként, emberként az ön élet útját, béke nagykövetként is kiemelve, hívjuk meg most kedves nézőinket egy következő programra, a Józsa Judit galériába. Kiről lesz most szó? Hamarosan. Hamarosan Prokop, most következő előadásban, májusban Prokop Mária professzorasszony, Széchenyi Díjas professzorasszony fog Anzsu Máriáról, nápolyi királynőről fog előadást tartani, és utána a következő előadás az pedig én leszek szintén, és Szent Kinga, a köztudomású, hogy Szent Kinga, illetve majd Szent Hedvig, ugye Hedvig pedig hát a lengyeleknek a nagyon kedves szentje, illetve hát a védőszentjéről fogok előadást tartani. Ugye Árpádházi és Anzsuházi királylányokról van szó. Korábban Árpádházi Szent Erzsébetről beszéltem, és skóciai Szent Margitról. Azelőtt volt Árpádházi Szent Margit, az Prokop professzorasszony tartotta, és természetesen Szent Piroska. Tehát csak a nagyobbakat tudjuk kiemelni, és természetesen sokkal, de sokkal több árpádházi szentünk van. 31 néhány szentet tartunk nyilván. Na most ezek nem mind árpádházi eredetűek, de abból több mint 20, igen. Még egyszer tisztelettel köszönöm önnek, hogy elfogadta a meghívást, lelkébe, tudományos munkájában beengedett tekinteni bennünket. Remélem, hogy most már rendbe rakom itten a szavakat, elnézést a tévedésekért. És kedves nézőink, a Józsa Judit Galéria honlapját próbálják forgatni. Szeretettel várjuk. Én állítom, hogy nem csak élményben lesz részük, hanem tudásunk hiányának a pótlásába, de aztán ott nagyon. Nagyon tisztelettel köszönöm önnek, hogy elfogadta a meghívást. Kutatási témáiban megengedte, hogy bepillantsunk. És én szívből remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel felhívjuk a figyelmet honfitársaink részére, nem csak a hölgyeknek, de talán nekik egy kicsit jobban, hogy nézzünk körül a történelemben, ön megkönnyíti
ezt a úgymond feladatot, mert is csak olvasnunk kell. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadtam meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm, és örömmel jöttem. Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében.